Sziasztok, Csárpánk vagyok. 2023. október 4. napján ez a kávésüti bitcoin. Nézzük, hogy mi újság a bitcoin grafikonokon. Szórakoztató tartalom, nem befektetési tanácsadás. Ezek csak a Csárpánk reggeli bűnyögései. Érdemi hír az elmúlt napokban a bitcoin piacán nem volt. Így a mai videó rövid lesz és velős, csártokon kezdünk és ott is fogjuk befejezni. Tudjátok, hogy három idősávon terelgetem a bitcoin befektetésemet, hetes, háromnapos és napos grafikonokat figyelek, és azon belül a konszenzió mozgó átlagokon alapuló pozíció, allokációs rendszer szerint terelgetem a kis bitcoin vagyonkámat. Jelenleg három a 9-ből a kitettségem, tehát olyan közel egyharmados kitettségben vagyok a bitcoin piacán, ennek egy részét most opciókkal, mert annyira azért nem érzem erősnek a helyzetet, mint a közösségi médiában sokan mások. Na de lássuk, hogy mi látszik a trend szerkezeten. 7-es idősáv, itt azt látjuk, hogy az MA30-as min alatt van még mindig az árakció, illetve a másik kettő mozgóátlag is, a két rövid mozgóátlag. Ez azt jelenti, hogy a konszenzió terminológiában, ez egy short kettes trendszerkezet, ezen az idősávon, ebben a trendszerkezetben nem tartok fenn pozíciót. Az MA30-nak a szintje 28 ezer dollár, e fölött kellene az árakciónak mozogni ahhoz, hogy a két rövid mozgó megindulhasson a hosszú mozgó fölé. Amíg ezt nem látom, addig ezen az idősávon pihenek, és nem allokálom magam a bitcoin piaca felé. Háromnapos bitcoin idősebb, hát itt először is, amit szeretnék mutatni nektek, az ez az előző gyertya, ez egy nagyon-nagyon rosszul sikerült gyertya. Lehet látni, hogy átlag fölötti az elmúlt napokhoz képest, vagy elmúlt gyertyákhoz képest kiemelkedő forgalommal egy ilyen igazi fordító gyertyát készített nekünk a bitcoinnak az árakciója. Hogyha volume Spread analízis szempontból nézzük ezt a formációt, akkor azt látjuk, hogy itt van egy szélesebb spread egy kisebb forgalommal, itt pedig van egy szűkebb spread, egy nagy forgalommal és egy komoly felfelé vikkel, és bizony-bizony itt csökken lefelé az MA30-as minpont, ezt sikerült átvikkelni az árfolyamnak, ez nem egy olyan szép árakció ezen a grafikonon, hogyha csak a trendszerkezetet nézem, akkor az látható, hogy a hosszú mozgó átlag alatt van a két rövid mozgó ez is itt egy short kettes trend szerkezet, így ezen az idősávon szintén nem allokáltam pozíciót jelenleg a bitcoin piaca felé. Egynapos bitcoin grafikon, itt ez még mindig egy long 3-as szerkezet, tehát itt a lehetséges háromból három pozíciót tartok fenn a bitcoin napi grafikonja alapján. Azt lehet látni ezen a csárton, hogy a kereskedési indikátorom a zöldre festi a gyertyákat, tehát egy longos momentum konfluenciát érzékel a bitcoin piacán, és az igazán fontos szintek az a 27.300 dollár és a 26.500 dollár, mindaddig, amíg e felett látjuk az árfolyamnak a mozgását, addig a napos csárton lehet azt mondani, hogy egy long hármas trendszerkezet, azaz egy longos trendszerkezet van, itt is lehet egyébként volume spread divergenciát találni. Nézzük meg, hogy itt volt egy lendületes, nagyon széles gyertya egy átlag alatti forgalommal, és ezt követte ez a hétfői gyertya, ami egy Fele akkora spreadű gyertya, gyakorlatilag több mint kétszeres forgalommal, sőt, itt, hogyha megnézzük az elmúlt időszakot, akkor egyedül itt augusztus közepén találunk akkora forgalmat, mint a most hétfői gyertyában. Tehát lehet azt mondani, hogy időszakos jelleggel az elmúlt heteket tekintve egy rekord forgalommal csinált egy sokkal szűkebb spreadet a bitcoin. Ez bizony azt jelenti, hogy itt ennek a viknek a magasságában valahol belépett a kínálat a bitcoin piacára, és itt megakadni látszik egyelőre a felfelé mozgás. A volume spread analízis az egy nagyon-nagyon fontos dolog, és nagyon szép segítséget tud nekünk adni, akkor, amikor árfolyam akciót értelmezünk. Ennek alapján itt azért szerintem némi óvatosságra int minket a grafikon, de hogyha csak a konszenziót rendszerkezetet nézem, akkor azt láthatjuk, hogy a mozgó átlagok egy teljesen longos elrendezésben vannak, felül van a legrövidebb, középen a középső, alul a leghosszabb, így a napos idősávon ez egy long hármas rendszerkezet, ami alapján, ahogy a videónak a bevezetőjében mondtam, én a lehetséges 9 kitettségből a naposon fenn is tartok három pozíció méretet, az ősz kitettségem, tehát jelenleg három a 9-ből a bitcoin piacán. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, nagyjából ennyit terveztem a bitcoin piacokról elmondani nektek, remélem, hogy továbbra is szeretitek ezeket a rövid kis reggeli bitcoin piaci összefoglalókat, és ezek segítenek nektek abban, hogy egy kicsit jobban átlássátok az árfolyam mozgásokat a bitcoin piacán. Amennyiben így van, akkor a lájkokat, feliratkozásokat, megosztásokat és kommenteket továbbra is nagyon köszönöm, ezek nektek nem kerülnek semmibe, nekem viszont segítenek abban, hogy a csatornámat egy kicsit relevánsabbnak tartsa a YouTube. Szép napot és jó kereskedés nektek, találkozunk a következő a következő videóban. Sziasztok!